In medias res. Kamera forog. Igen. Az alkotó pihen. Mit szólnátok egyébként, mivel egy ilyen kicsit hát szomorúbb alkotásról van szó, hogyha egy ilyen, mint egy felolvasó, hogy Richard Jewell balladája. Nagyon jó. Talán már megvan akkor, hogyha ezt már vettünk, akkor lakasztunk. Vettem amúgy, de nem nagyon halkolt. Várj, akkor mintha felolvasnám el ez a... Richard Jewell balladája. Először is mindenkinek ajánlom a filmet, aki még nem látta, és szereti Clint Eastwood rendezte emberi drámáról szóló történeteket. Ezt mindenképpen érdemes megnézni. Spoileres, tehát menjetek, nézzétek meg, és gyertek vissza. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az a film fantasztikus, hogy utána rengeteget lehet róla beszélni. Tehát én például a lakótársammal beszéltem a film után közvetlenül legalább egy órát a történtekről. Bújtuk az oldalakat, hogy mi hogy történt a valóságban. Megnéztük, hogy néztek ki az eredeti szereplők, és úristen, annak a riporternőnek milyen drogos egy feje volt, na mindegy. És aztán meg ma reggel elmentünk futni, és futás után is erről a filmről beszéltünk, úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire tartalmas kikapcsolódás volt. Úgyhogy, ja, aki még nem látta, mindenképpen nézze meg. Az aktualitása az, hogy a napokban jelent meg Blu-ray-en ez a Clint Eastwood által rendezett film, ami szerintem is egy kifejezetten jó filmélményt tud adni az arra fogékonyaknak. Számomra a Gran Torino óta ez volt Clint Eastwood legjobb filmje. Ugye a film az 1996-os olimpiai bomba megrendetről szól, és annak egy kulcsfigurájáról, Richard Jewellről. Én személy szerint, majd akkor belemegyünk jobban a filmbe, hogy ti mit gondoltatok, nekem csak egy első benyomás. Személy szerint szeretem az olyan filmeket, amik egyszerű emberi történetekről szólnak, emberi kapcsolatokról, leírnak valamilyen élethelyzetet, és bemutatják, hogy hogyan történhetett valami, és gyakran van egy valós alapja, egy valós történet alapján írja le, hogy hogyan fordulhatott elő egy bizonyos élethelyzet. Apró átkapcsolás, én most fejeztem be éppen egy másik filmnek a nézését, és annyiban kapcsolódik a Richard Jewell balladájához, hogy a főszereplő úr, akit úgy hívnak, hogy Paul Weyerhaeuser, szóval ő játszotta ugye Richard Jewellt a filmben, és én pedig most fejeztem be az Ájtonya című filmnek a megnézését. Margot Robbie-val szintén szerepel. Uh-huh. Igen, így igaz, és abban szintén szerepel ez az úr, és elméletileg emiatt a film miatt kereste meg a Clint Eastwood a főszerepre. Nagyon jól játszotta a karakterét szerintem, még azért hasonlít is az eredeti Richard Jewellre, aki jó pár évvel ezelőtt már sajnos elhalálozott, 44 éves korában. És nagyon-nagyon jól hozta még a hangját, hát szerintem az is nagyon-nagyon jó volt. A többi karakter is szerintem sziporkázott a szerepében, John Hamm, ugye az FBI ügynök, Olivia Wilde, ugye ez a törtető újságírónő, bár nekem egy kicsit az ő pálfordulás olyan hirtelen jött, hogy az egyik jelenetben... Kicsit Hollywoodi volt. Igen, mindenkin átgázoló újságírónő, akit semmi más nem érdekel, csak a példányszám és a hírverés. Aztán bementek ugye oda a sajtó, tehát oda az újság szerkesztőségébe, és kicsit ugye a lelkére beszéltek, és akkor, egyből a következő ember meg már ott pityerget. Nekem az ő párfordulása kicsit olyan nem volt annyira megalapozott. Sam Rockwell is zseniálisat alakította az ügyvéd szerepében, de nekem alapvetően is abszolút a Kathy Bates karaktere, tehát a Richard Jewell anyukája volt a top alakítás számomra. Tehát Kathy Bates egy nemzeti kincs Amerikában. Hihetetlen érzelmes volt a hölgynek az alakítása. Én is azt éreztem, hogy eltörik az a bizonyos mécses. Egészen konkrétan kettő olyan jelenet volt, amikor nagyon a határán voltam, hogy elmorzsoljak egy-két könycseppet. Nagyon szépen leírja ezeket az érzelmeket, tehát az elzártságot, a magára maradást, a haragot, a zaklatottságot, az emberek között lezajló ilyen bonyolult érzelmeket, amik előfordulhatnak egy hasonló szituációban. Nekem ami még eszembe jutott az, hogy szerintem egy filmnél fontos az, hogy jó karakterek legyenek, érdekes karakterek legyenek, jól legyenek ezek a karakterek megírva, hogy egyfajta érzelmi
konnekciót, bevonódást váltson ki a nézőből, hogy egyáltalán együtt tudj érezni azzal a karakterrel, hogy drukkolni tudj neki. És szerintem Richard Jewell karaktere egy ilyen személy volt, egy ilyen karakter volt, akivel együtt lehetett érezni, akinek drukkolni lehetett. Illetve nekem még hát a média ábrázolása az volt szerintem egy nagyon-nagyon pontos, és nekem ott nyílt ki a bicska a zsebemben, ahogy szokták mondani, hogy ez a hiéna effektus, hogy rávetik magukat. Szenzációhajhászat. Így van, a szenzációhajhászat, ezek a keselyük, ezek a hiénák, hogy jönnek hát nyilván a 96-ban van elhelyezve a film időpontja, tehát itt még nem annyira a lájkokért és a kattintásért, hanem hogy minél inkább föl legyen ez kapva, a szalagcím, a televíziós riportok, és hogy mennyire nem hagytak nekik egyáltalán életteret, hogy a filmben legalábbis úgy volt ábrázolva, hogy nem annyira adódtak olyan híresztelések, hogy akkor ez tényleg igaz, vagy tényleg nem igaz. Bár ott volt pár újságcikk ugye a filmben kiemelve, és mintha ott is azért lettek volna olyan szalagcímek, ahol ezt ugye kérdésessé teszik fel. Csak hogy megint ugye van egy bizonyos forrásokból származó információ, ami kerül a sajtóba, és a sajtó és annak nyomán az olvasók már rögtön ítéletet hoznak, és még vád sem volt emelve ugye a fickó ellen, mert nem volt mire vádat emelni. Viszont amit én akartam mondani, hogy azért emberünknek volt pár olyan momentuma, amikor tényleg azért kicsit meg lehetett kérdőjelezni, hogy vajon ő tényleg ártatlan-e. Tehát ha csak a múltját nézzük, ami ugye kiderült a filmből, hogy például a rendőrnek adta ki magát, vagy egy hadseregre való fegyvert tartott otthon a hálószobában, vagy gránát papír nehezéke volt neki, tehát azért ezek ilyen kicsit gyanús dolgok amúgy valóban. Ugyanakkor a Richard karaktere sem segített mindig ahhoz, hogy ez az ügy jól végződjön, mert emberünk kórosan túlbuzgó a hivatásában, mint ahogy azt elmondta, hogy ő nagyon szeretne zsaru lenni, mindig is az akart lenni, annak is vallja magát, és annyira segíteni akart még az FBI-osoknak is, akik látszódott minden egyes mozdulatukból, hogy ők azért vannak ott, hogy őt minél gyorsabban rács mögé dugják, és még próbált nekik segíteni, hogy mit hol találnak, stb. Csak kérdezzenek nyugodtan, és pedig mondta neki az ügyvéd, hogy ne beszélj. Nekem még az is tetszett, hogy a film elkezdődött, ugye az ügyvédnek és Richard Jewellnek a karakternek a bemutatásával, tehát már ott egy picit megágyaztak mind a két karakternek, és így lehetett várni, hogy mikor fog feltűnni ugye az ügyvéd, és már ott átjött az ügyvédnek ez a vehemens, kicsit talán erőszakos, jó értelemben rámenős inkább karaktere. Tényleg a Sam Rockwell előtt le a kalappa, remélem, hogy jó sok-sok Snickers tud majd venni a gázsiából, amit a filmért kapott, mert megérdemli. Igen, ezen is így gondolkodtunk, hogy mennyire volt hollywoodi a film, mert egyébként szerintem úgy a 80%-ban inkább egy ilyen realistább filmet láthattunk, kevesebb hollywoodi húzással, ugyanakkor például ugye volt ez a sztori szál, hogy az információt hogyan szedi ki az Olivia Wilde karaktere ugye az FBI-osból. És akkor a film után rögtön így rákerestünk az interneten, hogy akkor ez most valójában hogy történhetett, vagy ez csak egy ilyen kis rendezői húzás volt, vagy építsünk valami sztorit. És akkor az volt a lényeg, hogy legalábbis a Clint Eastwood ezt nyilatkozta, hogy hát nem tudja biztosan, hogy hogyan szedte ki az információt az Olivia Wilde karaktere az FBI-osból, vagy alapból akiből kiszedte, mert erről ilyen normális bizonyítékok nincsenek, de megvolt hozzá az eszköze. Leírva. Úgyhogy nagy valószínűség ott egy jó adag kábítószer már akkor is befigyelt, mint ahogy a film végén is ki volt írva, hogy kábítószer túladagolásba meghalt a hölgy. Számomra a tavalyi felhozatalból még mindig a Jojo Newsy volt a legemlékezetesebb, de ez is ott van a legjobb tavalyi filmek között mindenképpen. Igen, én is hasonlóképpen vagyok. A Jojo Newsy nálam is elég előkelő helyen szerepel a listán, de most, hogy láttam ezt a filmet, azért ez valahogy sokkal nagyobb hatással volt rám. Nagyon régen fordult már elő olyan, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem beszélgetek a tévével. Tehát annyira beleélem magamat, annyira átjön az egésznek a hangulata, és szurkolok a szereplőknek, vagy gyűlölöm őket,
nagyon ritkán fordul elő ilyen, úgyhogy én mindenképpen ajánlom megnézésre. Én is azt gondolom, hogy egy remek film, fantasztikus színészekkel, nagyon jó karakterekkel, egy olyan drámával, ami érzelmileg be tudja vonni a nézőt, annyira, hogy még utána sem ereszt el az élmény. Képzeljétek el a filmet Leonardo DiCaprioval és Jonah Hill-lel, mert eredetileg ők játszották volna, ők szerették volna. És DiCaprio producerelte. Két főszereplőt játszani, tehát ők megmaradtak producernek, DiCaprio játszotta volna az ügyvédet, Jonah Hill játszotta volna az amerikait, mennyivel másabb lett volna a film, érdemes ezen gondolkodni, kicsit így belelátni. Érdekes, igen. Ilyen furcsa lett volna az egész, igen. Teljesen más hangvétel lett volna, és végül a Warnernél kötött ki, és egy ilyen filmet kaptunk között. Köszönjük a Warnernek, igen. És Clint Eastwoodnak.